Idegesen járkál a kifutóban Inkosi, a kölykök apja, láthatóan nem tetszik neki a sok kíváncsiskodó. A január 8-án világra jött oroszlánokat eddig nem mutatta be a park, mivel a szakemberek sem tudták, hogy anyjuk képes lesz a kölykök felnevelésére. A tenyészpár tavaly augusztusban született, kókusz névre keresztelt utódát az anyaállat nem tudta táplálni, így a kicsit a gondozóknak kellett felnevelni. A ragadozók túlélési stratégiája az, hogy minél hamarabb újra vemhesüljenek, és ez meg is történt, hiszen most január 8-án világra jött három apróság, egy fiatalember és két kis hölgy, és most két hónaposan elkezdtek ismerkedni a külső kifutójukkal is. Igazi különleges színváltozatról van szó. 1994 óta a szabad természetben ezt az állatot, az ilyen szőrű állatot nem látták. Csupán 500 érdé belül a rezervátumokban és az állatkertekben is. Ebből most már 6 itt a Nyíregyházi állatparkban látható. A holland származású hím állat Inkosi és társa korábban Csehországból érkezett Binti 2015 óta él együtt a Nyíregyházi parkban. A tavaly nyáron született kókuszt eleinte az anyja nevelte, de teje elapadt a kölyök 3 hetes korában. A kis oroszlánt naponta 6-7 tápszerrel etették a gondozók, akik emiatt joggal tartottak attól, hogy a második vemhességnél sem fogja tudni ellátni az utódokat az anya állat. Szó szerint lélezet visszafolytva néztük, hogy vajon Binti most a második alommal mit tesz. Fogja őket nevelni, avagy nem, és mint látható és hallható a hátam mögött igazi család anyáról és családapáról van szó, hiszen bőszen védik a családjukat, és Binti nagyon gondoskodóan neveli az apróságokat. Jelenleg a kicsik még anyatejjel táplálkoznak, de már elkezdték a húsos takarmányt is fogyasztani, és körülbelül még egy hónap kell, hogy teljesen átálljanak a ragadozó életmódra, és húst fogyasszanak. A kicsik láthatóan jól érezték magukat, játszottak és futkároztak a kifutóban. A Dél-Afrikában őshonos, különleges színű oroszlánok ritkák és védettek, világos bézs bundájú kölyök egyébként csak abban az esetben születik, ha a szülőpár mindkét tagja rendelkezik azzal a ritka génnel, amely a fehér színeződést kiváltja.